Aszabó László alpolgármester és Nagy Attila helytörténetkutató március 18-án elsőként a Vámbéri Ármin alapiskolába vitték el a Dunaszerdahelyi helytörténeti kifestőt, valamint a város jeles személyiségeit bemutató kiadványt. A kifestő és a brossúra is a városi médiavállalat, a Perfect RT kiadásában jelent meg Dunaszerdahely városával és a Bíró Márton polgári társulással együttműködésben. A kifestő a város egykori és mai fontosabb épületeit mutatja be, így többek között a Szent György templomot, a Fehér kastélyt, a Nagy zsinagógát, a Sárga kastélyt, a járásbíróságot, valamint a Termálpark új épületét is. A kifestőt eljuttatják minden városi óvodába, továbbá az alapiskolák alsó tagozatos tanulói kapják meg. A Dunaszerdahelyi jeles személyiségeit bemutató kiadvány az itt született, vagy a városban élt híres személyiségek közül mutat be néhányat, mint például Kondé Miklós püspököt, Csaplár Benedek néprajzkutatót, vagy a magyar ejtőernyőzés egyik első jeles alakját, Perlei Lajost. E kiadvány az alapiskolák felső tagozatosainak készült, egyelőre magyar nyelven. A szlovák fordítás is folyamatban van. Mindkét újdonság hasznos segédeszköz lehet az oktatásban. Az a kreatív kifestő, ami Dunaszerdahely fontos épületeiről szól, az mindenképpen a szórakozás mellett tanítani is fogja alsós diákjainkat, és az a gyűjtemény, ami Dunaszerdahely jeles személyiségéről szól, az pedig nagy mértékben fogja bővíteni ismereteiket a felső tagozaton is. Tehát helyét látom történelemórák, magyar órák, polgári neves órákon is, amikor az adott tanító kolléga szót ejthet annak segítségével. Én bízom abban is, hogy otthon is fellapozzák a diákok. Egy újabb kötődés fogja a városhoz erősíteni a diák tudását, ismeretanyagát.